Valaki telefonált, azt mondta, az unokám bajba került, pénz kell neki, sok pénz, érte jön most azonnal. Még szerencse, hogy eszembe jutott, hogy nincs is unokám. A szomszédok Janka nénie még időben kapcsolt, nem mindenki ilyen szerencsés azonban. Az elmúlt években igencsak elszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások. Ezek a bűnözők idős embereket hívnak fel, szinte minden esetben vezetékes telefonon és jellemzően az esti órákban. Elsősorban az egyedül élők a célpontjaik. A kiszemelt áldozat hozzátartozójának legtöbbször unokájának adják ki magukat, vagy azt mondják, hogy az ő megbízásából telefonálnak. Robika, mit keresel te éjjel az utcán egyedül 5 évesen? Anyádék hol vannak? Hányszor mondtam, hogy ne hagyd neki időt? Ez nem Barkóba! Kezdjük újra! A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács humorral fűszerezett videója szerint így gyakorolják a csalók az átverős hívásokat. Az elkövető azt állítja, hogy az unoka valamilyen bajba került és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. A jóhiszemű áldozat pedig sokszor gond nélkül át is adja neki ezeket. Sokan nem hiszik el, hogy velük ilyen megtörténhet, ezért nagy szerepe van a hozzátartozóknak, hogy felhívják a figyelmet erre a csalási módszerre. A legfontosabb az információ áramlás. Ugye azt kell tudni az idősekről, hogy kicsit azért izoláltak meg, talán azért élettani sajátosság is kevésbé pörög az agyuk a 2020-as években is. Ezért a rokonságnak, a barátoknak rengeteg szerepe van a családnak, hogy elmondják, hogy igenis van ilyen bűncselekmény, ilyen helyzetben vissza kell hívni az unokát, hogy fel kell hívni a család egyéb tagjait. És egyébként a legfontosabb dolog, hogy legyen egy egészséges gyanakvás, mert hogy mindig azt szoktam mondani, hogy egészséges gyanakvás, mert senki nem halt bele, de hogyha jobban végig gondoljuk, ezek a élethelyzetek nem teljesen megfelelőek a valóságnak, úgyhogy egy kicsi odafigyeléssel meg lehet előzni. A megelőzésbe és az idősek tájékoztatásába a rendőrség a polgárőröket, a védőnői szolgálatot és a postásokat is bevonja. Emellett középiskolai előadásokkal is segíti az információ áramlást. 35 perc című műsorunkban a bűnmegelőzési szakember arról is beszélt, hogyha mégis megtörténik a baj, fontos azt rögtön bejelenteni a rendőrségnek. Van egyfajta szemérmesség az idősek részéről, hogy esetleg nem úgy gondolják, hogy megvalósult egy ilyen bűncselekmény, hogy áldozattá váltak, akkor nem akarják elismerni, hogy azt mondják majd, hogy jó, hülye voltál, nagy, hogy tudtál ezt megenni. De azért lenne fontos bejelenteni, ha valakivel ilyesmi történt, hogy egyfajta társadalmi felelősségvállalás keretében, hogy a másokkal ne történjék ilyen cselekmény, illetve nyilván azért, hogy a rendőrség felkutassa az elkövetőt és ezt úgy a számoltatni. 2018-ban még negatív szempontból előkelő helyen voltunk az unokázós csalások számát tekintve. Abban az évben 18 ilyen jogsértést próbáltak elkövetni a megyében, azon belül is Nyíregyházán. Ebből 4 esetben jártak a bűnözők sikerrel. Ezek 2 személyhez kapcsolódtak, ezeket az átveréseket egyébként jellemzően 2-3-an követik el. Tavaly a rendőrség tájékoztató kampányának köszönhetően már csak 1 ilyen bűncselekményt regisztrált a hatóság.